dolgozz, munkálj. A jó, a szép, a hasznos, mihelyt elkészül, az élethez áll. Minden jó mű egy-egy szabadságharcos. Légy hű magadhoz. Olyanokat alkoss, ne fogja a halál. Így és Gyula Ars Poetica című versével kezdődött a Magyar Kultúra Napi megemlékezés a Ménfőcsanaki iskolában. Horváth Ildikó Radnóti díjas versmondó az ünnepség előtt rendkívüli irodalomóra keretében tartott előadást az intézmény diákjainak. Az ünnepségen részt vettek Felvidékről érkezett vendégek is, hiszen az iskola csatlakozott a Könyveket a Szórványba kezdeményezéshez. Az Oktatási Hivatal honlapján találtam erre a felhívásra, ami nem is olyan régen került oda fel, Könyvet a Szórványba. Gyakorlatilag a határon túli magyar iskolák, diákok, civil emberek számára egy olyan kezdeményezés, hogy gyakorlatilag magyar anyanyelvű szép irodalmat, illetve módszertani segédanyagot adjunk, hiszen a korábbi tapasztalataim más testvériskolákkal való kapcsolat rámutatott arra, hogy viszonylag kevés irodalom jelenik meg nekik anyanyelven. Az intézményvezető szerint a mozgalomhoz való kapcsolódás nagyszerű lehetőség a Nemzeti Összetartozás évének nyitó rendezvényeként, így vette fel a kapcsolatot a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetséggel. Örömmel fogadták a kezdeményezést, hogy tanítványainknak a gyűjtéséből ünnepélyes keretek között, tehát a Magyar Kultúra Napján szinte nyitó rendezvényként három nagyszerű dolgot összekapcsolván ünnepélyes keretek között átadjuk ezeket a könyveket. Így szerdán át is adták a könyveket a nagymegyeri Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatójának. Nagyon szépen köszönjük. Nagymegyerről érkeztünk a Bartók Béla Alapiskolából, ahol 540 tanuló tanul magyarul anyanyelvén, úgyhogy ez a könyvadomány mindenképp hozzájárul ahhoz, hogy az anyanyelvet megerősítse, illetve a nemzettudatunkat még inkább szilárdítsa. Az intézmény igazgatója hozzátette, reméli, kialakul egy kapcsolat az iskolák között, amely majd kölcsönösen fogja segíteni egymást. Fekete Irén a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke hálás a segítségért, hiszen ott nem áll rendelkezésükre sok anyanyelvi könyv. Az összetartozás éve van az idén, és Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 30 éves. Tehát két ilyen fontos esemény, és még egy könyvadomány, ami a Magyar Kultúra Napján éppen, tehát ez egy kerek egészet ad, és ez nekünk egy nagyon-nagyon jó leső érzés. Tehát ez azt jelenti, hogy egybetartozunk, együtt vagyunk, és támogatjuk egymást. Fekete Irén kitért arra is, a könyvek között tankönyvek is szerepelnek, amiket alternatív tankönyvként felhasználnak az órán. A kezdeményezés nagyon fontos, hiszen ahogy a köszöntőben elhangzott, a közös kultúra egy mélységesen gazdag kút, amiből közösen kell meríteni egymásért, a jövőért. A helyi iskola diákjai egy irodalmi összeállítással készültek, amely Kölcsey Ferenc 1923. január 22-én született művéről, a himnuszról szólt. Van egy dal, amit előbb megtanulsz, mielőtt még a tartalmát megértenéd. Ami kicsi vagy, csak hallgatod a rádióban, televízióban, amikor a győztes magyar sportolók tiszteletére felkúszik a rúd csúcsára a piros-fehér-zöld nemzeti logónk.